Mi magyarok. A pillanat művésze André Kertész fényképész. Frontkatonaként megörökítette a nagy háborút, fényképezte a 20 évek Magyarországát, Párizsban befogadta a művészvilág, Amerika újra felfedezte. Az ő nyelvét mindenki értette. Képeit Japántól Argentináig az egész világ csodálta, és láthatja most is. Hiszen halála után évtizedekkel is folyamatosan rendeznek kiállításokat műveiből. A fotográfus Kertész Andor néven született Budapesten 1894-ben. 14 éves korában édesapjától kapott egy kamerát, amely életre szóló irányt szabott neki. A világháborúban szerelmi bánata miatt önkéntesként vett részt, ahová már második álvány nélküli gépét vitte magával. A harcokban megsebesült, Esztergomban ápolták. Ott készült első világhírű képe a medence mélyén tempózó alakról, akinek testét sajátságosan töri meg a fény. A felvételről így beszélt egy interjúban. Minden nap mentünk az uszadába, és egyszer észrevettem a víz torzításait. Amikor ezeket fényképeztem, a bajtársaim mondták, őrült vagy, miért fényképezed ezeket? Válaszoltam nekik, miért? Csak a barátnőket? Ez is létező dolog. Hát így fényképeztem az első torzulást 1917-ben. Ezt különböző követték később, különösen az aktok 1933-ban. Kertész 31 évesen költözött Párizsba, ahol Picasso, Modrian, Chagall, Brassai és Eisenstein köréhez tartozott. Életének második felét New Yorkban töltötte, 1984-ben már világhírű művészként tért vissza Magyarországra, és újra bejárta korábbi munkáinak színhelyét. André Kertész 1985-ben 101 évesen hunyt el New Yorkban. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a H.M. Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.